Csak bejegyzett utazási irodánál foglaljunk, erre hívja fel a figyelmet a Magyar Utazási Irodák Szövetsége. Az utasok a fővárosi kormányhivatal online felületén tudják ellenőrizni, hogy be van-e jegyezve az utazás közvetítő. A szakmai szervezet szerint szigorítani kellene az utazás szervező cégek működésének ellenőrzését is. Az idegenforgalmi szezon kellős közepén vagyunk, ez látszik ebben a nyíregyházi utazási irodában is, ahol csúcson van a foglalások száma. Sokan utaznak augusztusban, de vannak, akik már utószezonra keresnek ajánlatot, nekik sem mindegy, hol foglalnak. Mostanában elég gyakran bejönnek ugye az irodába, hogy megkérdezik, hogy biztos-e ez az iroda, akár ránk is vonatkozólag, vagy azt is megkérdezik, hogy ha kiutaznak, akkor visszahozzuk-e. Sőt, már találkoztunk ilyen utassal is, aki már annyira felvilágosult, hogy megkérdezte, hogy csomagot fogunk neki eladni. Ugyanis egy utazási iroda nem biztos, hogy saját útját értékesíti. A lényeg az, hogyha bemegy valaki egy utazási irodába, ahogy látjátok itt a katalógusokat, ugye mi is több száz utazási irodával vagyunk kapcsolatban. Van, akinek csak évente vagy két évente adunk el egy-egy utat, mert mondjuk specializálta magát egyetlen egy országra. Lásd, van olyan utazási iroda, aki csak Japánnal foglalkozik. Tehát neki nyilván nem adunk el minden nap utakat, de kapcsolatban vagyunk vele. Vannak más turbátorok, ugye, akik a folyamatos nyári mediterrán destinációkat árulják, ugye nekik napi szinten adunk el utazásokat. Tehát ezért nagyon fontos, hogy mi is mindenkivel kapcsolatban legyünk az országon, hogyha az utas bejön, akkor az, amit ő szeretne, azt tudjuk neki kínálni. Tehát több száz túroperátor útját értékesítik az irodák, az ügyfél mindig azzal köt szerződést, aki eladja a nyaralást. Mondok egy példát név nélkül, hogyha egy A utazási irodának veszi meg az útját egy bármilyen irodában, akkor annak az A utazási irodának az utazási szerződését kell neki aláírni, nem pedig annak az irodáit, ahova bemegy. Tehát ezért nagyon fontos ez, hogy mindig aki szervezi, a szervező, hiszen a szervező vállal kockázatot, a szervezőnek megvan a vagyoni biztosítéka, hogy azzal, aki szervezi az utat, azzal kösse meg az utas a szerződést, nem pedig azzal, aki értékesíti neki ezt az utat. Ezt hangsúlyozza a Magyar Utazási Irodák Szövetsége is. A szakmai szervezet szigorítaná a legális utazási irodák működésének ellenőrzési rendszerét. Mint ismeretes, nemrég volt olyan utazásközvetítő cég, amely az utazási csomag részeit jogellenesen, elemekre bontva értékesítette. Az utasok Törökországban rekedtek, és teljes mértékben kártalanításuk nem történt meg. A szervezet azt hangsúlyozza, utazás előtt le kell ellenőrizni, kinél foglalunk. Azt szoktam javasolni, hogy egyrésztről a Budapest Főváros Kormányhivatalának a weboldalán megtalálhatóak a nyilvántartásba vett jogszerűen működő vállalkozások. Ugyancsak szoktam javasolni, hogy az utazók menjenek fel a MUISZ-nak a weboldalára, muisz.com, ugye a Magyar Utazási Irodák Szövetségének a weboldalára, ott ugyancsak tudnak tájékozódni a MUISZ tag utazási irodákról. Az utazásszervezők felhívják a figyelmet arra, hogy nem érdemes a biztosításon spórolni. Még mindig kevesen kötnek utasbiztosítást, sajnos, és ahogy szoktuk mondani, hogy Murphy abszolút működik. Általában akik kötnek utasbiztosítást, azoknál sokkal kisebb az arány, hogy történik velük valami. Viszont sajnos ugye későn telefonálnak az utasok, hogy kint vagyunk, történt, ezt segítsünk, nem tudunk segíteni. Ugye a biztosítókat ma már úgy kötjük, hogy online felületeken, tehát másodpercre kírja a gép, hogy mikor kötjük meg a biztosításokat, tehát nem lehet már ezzel így manipulálni, mint korábban, amikor hagyományos papíralapi biztosítások kötöttünk. Tehát mindenkinek azt szoktuk mondani, hogy ne ezen spóroljon, ha kifizet egy több százezer forintos utat, illetve ez a pénz legyen kidobott pénz az ablakon, és ne legyen rá szükség. Az idén is vannak sláger úti célok, és olyanok is, amik visszakerültek a kínálati listára. A tavalyi évhez hasonlóan azért Görögország, Bulgária, az egyértelmű, és Spanyolország, tehát ez nem változott tavaly óta. Ami örvendetes tény, hogy visszajött a Török Riviera, Egyiptom és Tunézia. Nagyon-nagyon sokan mernek utazni most már újra ezekbe az országokba, és hát azért egyéni közlekedéssel Horvátország még mindig viszi a pálmát.